Mozgalmas időszakon vagyunk túl. Nem csak a húsvét, hanem előtte a március 15 i hosszú hétvége is kiemelt ünnepi időszak volt Gyullán legnagyobb szállás helyén. Mindkét esetben magas volt a foglaltság. Közel telt házzal üzemelt a szálloda. Boros Zoltán igazgató kiemelte, már hagyomány, hogy ilyenkor a húsvét népszerűbb a vendégek körében. A tavaszi szünetnek köszönhetően többségében kisgyermekes családok látogattak a fürdővárosba. Ennek érdekében több, a fiatalabb korosztályt megszólító programokkal készültek. A vendégek egy része még Gyulán maradt a hosszú hétvégét követően is. Jellemzően azért, aki húsvétkor volt itt nálunk, az az ünnepek végével visszautazott néhány kivétellel nyilvánvalóan, és inkább új más vendégek érkeztek ide húsvét hétfőn, vagy az azt követő kedden. Ők viszont egy kicsit hosszabb tartózkodással vannak jellemzően most nálunk, akár egészen a hét végéig, tehát a szünet bezártáig foglalták be szobáikat, így egy tavaszi vakációt sikerült most igazából összehozni nagyon sok családnak és nagyon sok vendégünknek. Az igazgató kiemelte, a május rendkívül erős hónapnak ígérkezik. Nem lesz olyan hétvége, amikor ne lenne valamilyen nagyobb rendezvény Gyulán. Több nagyvárosi szintű rendezvény is megrendezése kerül ebben a hónapban, illetve az idő javulásával a klasszikus wellness hétvégék is egyre inkább bekerülnek a, a körforgásba. Úgyhogy egy, egy erős májusra számítunk és ezt követően sincs pihenés, sőt, nekünk, hiszen a vendégeknek pedig lesz és indul a nyár. Nagyon jó főszezonra számítunk, ami nem csak július, augusztus jelenti, ezt most már évek óta mindig elmondjuk, hanem június közepétől, elejétől azért felélénkülnek a foglalt, foglalásaink, és az egészen kitartak szeptember végéig. A tavalyi év hasonló időszakához képest az idei nyára már most 5-10%-os foglalási előny mutatkozik a korábbihoz képest. Időarányosan nagyobb az érdeklődés, így abban bíznak, hogy továbbra is hamarabb foglalnak a vendégek, és nem tolják ki ezt az utolsó pillanatig. Az igazgató kiemelte, ez azért fontos, hiszen jóval tervezhetőbb egy magas foglaltságú időszak.